A Minden Szentek és Halottak napja közelettével egyre több látogató érkezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Által üzemeltetett temetőkbe is, hogy szeretteik sírjait meglátogassák és rendbe tegyék, azokat többek között virágokkal díszítsék, mécseseket és gyertyákat gyújtsanak a halottak üdvéért. Október 27-től október 30-áig, reggel 7-től este 7-ig lesznek itt a temetőink, 31-én és 1-én pedig reggel 7-től este 8-ig tartjuk nyitva a temetőket, elősegítve a temetői látogatók kegyeleti tevékenységét. November 1-én a Minden Szentek ünnepére tekintettel reggel 7 és 10 óra között ingyenes lesz a temetőkbe a behajtás, de kérjük a látogatókat, hogy legkésőbb 11 óráig hagyják el gépjárműveikkel a temetőt a gyalogos forgalom akadálymentes tevékenysége miatt. A gépkocsi feltörések és a lopások elkerülése érdekében kérik, hogy táskájukra, autójukra és értékeikre is fokozottan figyeljenek a temető látogatók. November 1-én csütörtökön a hagyományokhoz híven a Korányi úti ravatalozóban idén is bemutatót tartanak temetkezési kellékekből, november 2-án pedig ismét megtartják a gyertyagyújtással egybekötött ünnepi megemlékezést a hősök temetőjében. Örömmel tájékoztatjuk a borbányai lakosságot, hogy a borbányai temető felújítás alatt van. Megértésüket kérjük abban, hogy a Minden Szentek ünnep alkalmával is folyik ez a felújítás, ezért bizonyos fennakadások jelentkezhetnek a temetői látogatás során. A munkálatok várhatóan november 23-án fejeződnek be, a borbányai ravatalozó felújítását a város önkormányzata támogatja.